Üdvözlök mindenkit a képernyők mögül, folytatjuk a afrikai kalandunkat ismételten. Nincs kitűzött célom, ugyanis azt sem tudom, hol vagyok. De hál' Istennek kettő küldetés is elég közel van ahhoz, hogy tudjunk magunkkal kezdeni valamit. Úgyhogy szerintem itt a sarkon a fegyverest azt meg is nézzük. Sose baj, hogyha a föl vagyunk szerelkezve. Így, jó, így állt a mindenen. Azaz, nagyon jó. Így, né? Hát igazából itt mindig érdemes menteni, ahol lehet. Na mondjad? I know a man bringing in a shipment of arms over the border north of here. He's the competition. Take out that shipment and I'll have a little something special for you next time you're buying. I love a businessman with vision. He will bring us together and make us strong. Na lássuk. Na mutasd magad, hol vagy? Húha. Ezeket direkt ilyen közel rakja? Nagyon örülök neki amúgy. Azt sem tudom, melyik úton jussunk el, ahol kevésbé lőnek szarrá. Na mindegy, lássuk. Kéne szerezni majd egy unimogot. Mutasd, itt elindulunk az antenna fele. Tehát meg kell fordulni. Jönnek már velem szembe, várjál. Ennyi volt. Múltkor fel kellett lopantani. Az ördöglő, ilyen prontosan. Ennyi. Az utazás viszel egy csomó időt igazából. De hogy ez itt mindjárt fölrobban, várjál. Igen. Miért kell arcoskodni?
javítsuk meg a jószágot. És ha minden igaz, akkor itt a közelben van is egy... Van is egy frankó fegyveres cucc. Ez a tűzön át tudok olyan hajtani úgy, hogy az nekem jó legyen. Csak. Ez az. Jó, oké, megoldódott a probléma. Mert itt a sarkon van egy kereskedő. Akkor felismerhetjük a következő ilyet. Végül is. Ha már ennyire szabadjára engedte a kezünket a játék, akkor végül is úgy csináljuk, ahogy nekünk jól esik. És minden igaz, akkor itt bent van heal is. Így bizony. És itt szépen ott van. Silent MP5-ös, wow! Az nem tudom, hogy ére valamit, hogy attól most kevésbé fogják tudni, hogy hol vagyok. Tehát, hogy itt működik a... Ez a skútolós mechanika, vagy amúgy tökre nem. Majd mindjárt délelünk, ha csak hadd nézzem meg, mit találtunk, hogy mit szereztünk. Oké. Okay. Ha van AK, azt is tudnék most már venni. Sniper rifle. Kár, hogy vagy sniperre megyek, vagy izével. Itt igazából, hogyha ugye első számú fegyvernek mondjuk tudnék egy uzit vinni, tehát ugye primary-nak, vagy secondary-nak, és ugye primary-nek meg tudnék vinni valami, akkor lehet, hogy úgy jó lenne a sniper. De az itt vannak még fejlesztési lehetőségek. Itt kinyílt valami? Csak ahhoz a fegyverhez tudok fejlesztést venni, amit egyébként megvettem. Micsoda a logika? Gondolta volna. Ezeken még itt gondolkodok, majd meglátjuk, hogy hogyan gyűlnek a pontok. Eddig meg használunk ilyen hulladékokat. My competition's bringing in a shipment of shitty AKs and the usual low-end trash from the northwest. You make sure that convoy never comes in, I'll make sure you got some fancy new toys to choose from next time you're here. Jó van, menjünk, csináljuk. Ah, és ez nincs is messze. Hát ez egy köcsög. Azt hitte, hogy majd ő itt okoz valamit, de azon kívül, hogy beszorított. Láttatok már ilyet? Ide jön, villog itt a jeep-el bazeg, hogy ő milyen menő gyerek. Azt parkolni nem tud. Na utcu neki. Na, mutasd merre van, itt fönt elmegyünk. Találtunk egy kazit. I brought them in over the mountain, through the desert, whatever. The hard part is moving them inside the country. Whenever you get stopped, you gotta bribe someone or shoot someone, and not good for business. No, once you're inside, you want to hand off as fast as possible. Let the customer deal with it. How do they move a shipment? I delivered 300 kilos of C4 to Ben Tuway about 6 months ago. He showed up with a dozen of his men, dead men. He packed C4 into the corpses, figured no one would search them. Smart guy. Itt nem a gyémántot jelezte ez a pütyögő, hanem ezt a kazettát, csak úgy szólok, mert közben leesett, hogy mi van.
nem tudom, láttátok-e, hogy micsoda technikával lopakodtam be. Még így gurult ez a szar, amikor ide értem. Nincs őrség, vagy mi a szar? Úgy látszik, nincs. Gyorsan a kocsimhoz, mert mindjárt itt a konvoj. Ó, hát innen tök messziről fogjuk látni. És nagy kaliberrel vagyunk, úgyhogy ez innentől elmenetleg könnyű lesz. Ennyi. De várjál, odébb állunk, mert ha ezek itt elkezdenek fölrobbanni, az lehet, hogy nem lesz egészséges. Valaki lő. Ajaj. Most ez nem is velünk harcol? Mindenki lő itt, mindenkire itt nincs. Nincs nyugvás. Aha, most szállt el az ill. Többi is elfog szerintem. Na, viszont itt valahol van egy. Ja, ott van, megvan. Hello? Már csak 200 beőrönt. Ami nem igaz, mert már csak 199. Javítsuk meg ezt a szacskát. Azt megijedtem. Na, és hol vagyok? Itten vagyok. Ott van a következő fegyveres küldetés. Odáig eljutunk simán. És meg kéne fordulni. Így. Hello, mi? Itt is lesz gyémánt. Hopp, ott van még egy. Vaj, ez egy üzemanyagkút, ezt nem kéne fölrobbantani. Bocs, tesó. Hol van itt a matrica? Na. Hol a őrposztnak a... Várjál, valaki jött. De hál' Istennek el is ment, úgyhogy akkor nincs baj. Na, hol vannak itt a lőszeres ládák? Aha, megvagy. Így.
Guard post scouted. Na de hol a gyémánt? Aha. Az előbb elmélet... Aha, fönt. Hogy jutok föl? Pedig... Nagyon itt van valahol. Ja, vagy az is lehet. Csak be van falazva. Ki gondolta volna, meg vagy? Oh. Hell no. Véletlen volt. Láttam itt valakinél gránátot, várjál csak. Á, ah, ott van, megvan. Gyorsan visszapótoltuk, de eskü véletlen volt. Úgy. Az lenne jó egyébként, hogy ezeket a fegyveres küldetéseket, én értem, hogy ugye mindegyiket ugye úgy rakja be, hogy ez jó legyen. De hogy akkor milyen jó lenne, hogyha egyébként így az adott térségbe az adott fegyverbolttól tudnánk fölvenni. Az úgy alapvetően sokat számítana. Lehet utána nézek, hogy mit jelentenek ezek a gyémánt jelek ott a térképen. Ott vannak a úha. Tartali fül. Jó van, oké, lesznek itt jó fegyók. My friend, how about some side work today? Here's my problem. This Ukrainian's trying to move in on my business. He's got na, hagyjuk békén az ukránokat, megvan a maguk baja. Ó, várjál csak viszont. Nem itt tudom kicserélni a... Egyébként a fegyvereket? Ez szar. Vagy ez a jobbik? Most AK-n van, ugye? Azt hiszem most AK-n van. Itt csak azok vannak, amiket egyébként is megtudtam, vagy amiket egyébként is megvettem már. Mert ugye ott a falon az van, amit ugye mi elméletileg megvettünk. De hogyha ez új, akkor ez nekünk nem jobb. Na most jó, most lecserélem, de csak azért, mert kíváncsi vagyok. Mert ez elméletileg meg van véve, tehát akkor ez egy új fegyver, ez elméletileg nem fog... akkora valószínűséggel beragadni vagy szétesni. My friend, how about some side work today? Here's my problem. This Ukrainian's trying to move in on my business. He's got a shipment coming in. Bad product, none of it clean. You take out that convoy and I'll bring in some special inventory for you. I love that enterprising spirit. Nyomjuk. Hova kell menni? Aha, délnek. Nagyon délnek. Jó, semmi baj. We'll be right back.
próbálok menni, hogy előttük járjak, de hogy fogalmam sincs, hogy hol fordulnak vissza. Aha, ott forgolódnak. Aha, ez itt azért nehéz, mert nehéz őket megfogni. Megkerülték a buszpályaudvart? Nagyon okosnak tűnnek. Próbálok közel menni a Zillhez, aztán jó megsorozni, ameddig látjuk, de igazából pont ugyanolyan gyors, mint én. Úgyhogy ez lehet, hogy cumi. Még szerencse, hogy ugye ők egy scripten mozognak, tehát hogy elméletileg meg tudom őket kerülni. Az is érdekes, hogy ők is fixen mennek. Kiugrott a pilóta. De az az autó, ami elmentleg azért van, hogy védje őket, az elment? Érdekes logika, na mindegy. Megnézzük, hogy van-e még küldi, de biztos, hogy itt már nincs. Nincs több ilyen fegyveres küldi. Na szép. Akkor megnézzük, hogy miket kaptunk. És hogy mit érdemes esetleg ezek közül megvásárolgatni. Azt utána lehet, hogy tényleg el kell gondolkodni azon, hogy gyógyszert kell szerezni. Most mégis van küldi? De nem mutatta. Érdekes, na mindegy. Nem, most nincs. Nincs itt a csávó se. Akkor így osztja nagyjából részekre a játék, ugye? Hogy nem mindegy, hogy milyen fegyverrel megyünk. Én annak örülnék nagyon, hogyha lenne valami információnk arról, hogy egyébként ezek milyenek. Sniper. Ja, ott írja, jó van, végülis nem vagyok hülye. Az SMG azt vajon melyik helyre rakja be? Az SMG-t ezt be tudja rakni a pisztoly helyére? Ez a special az a PKM, nem? Viszünk egy ilyet. Ez a dart rifle, nem tudom jó-e, hogy hova sorolja, melyik helyre lehet berakni. Viszünk egy ilyen SMG-t is. Hát most az a baj, hogy van három elérhető sniper, hogy most vajon melyik a tuti jó. Ez a Druganov, ez egész jól néz ki. Meg ez a dart is, tököm tudja. Hát végülis mindegy, úgyis maximum elmegyünk küldetéseket csinálni, aztán akkor majd valami lesz. Na, vettünk egy csomó fegyót. De hát ezért gyűjtögettük ezeket a szarokat, úgyhogy... Úgyhogy legyen is szépen így összeszedve egy csomó fegyó, hogy tudjunk válogatni. Megnézem, hogy mik a lehetőségeink. Az arra vagyok igazából kíváncsi, hogy hogyan lehet ezeket összepárosítani. Apu. Igen, tehát ez biztos, hogy lecseréli és pisztolyunk meg nincs.
Ezzel nem vagyok kisegítve, mert én abba bíztam, hogy... Ah, mondjuk ez... De a speciál helyet tudunk, ez jó. Akkor szerintem ezt fogjuk cserélni. Mert ezek helyett a izét rakná le, az assaultot. Tehát ez helyett meg lerakja a izét, azt a nyílpuskát, amit igazából nem használtuk. Ja, itt van egyébként az SMG. Ó. Oh. Ó, ez is special. Bassza meg. Viszont akkor fordítsuk ki, akkor vigyük ezt. Meg a druganovot. Most szóval szétdobáltam egy csomó fegyvert. Maradjon az a kis csövű shotgun. Mert egyébként ez jó pofa. Ez meg baszó. Jó, ez így jó lesz. Mert akkor nagyon, akkor igazából tudunk messziről is tisztogatni. Mondjuk az egy kicsit fura, hogy... Ez annyit zoomol, amennyit tud. Ennek a helyére nem tudok akkor másikat megnézni, ugye? Ha jól értelmezem. Csak ezt. Mert ez meg ugye az helyére ugrik. Igen, sajnos. Hát vagy nem sajnos. Jó, kipróbálom ezt, nem ezt. A falon lévő, nem azt. A falon lévőt. Kíváncsi vagyok, hogy melyiknek milyen a fogása. Hát ez tök ugyanolyan távcsővel rendelkezik, úgyhogy lényegében tök mindegy. Maradjunk a izé Druganovnál. Ennek jobban tetszik a kialakítása. Így. Na most egy kicsit átalakítottuk a dolgokat. Hál' Istennek tök más gombokra rakja így a dolgokat, hogy véletlenül se legyen jó. És már most rossz van a kezembe. Mert legyen ez a kezünkbe az a nagy fiú. És akkor viszont keressünk... küldetést. Itt elmegyek szerintem és föloldogatom itt menetbe ezeket a dolgokat. Bemegyek arra a szigetre. Ezt megnézzük, hogy ott mi van. Jaj, oázis. Ifa megy a hegyem. Csúnya a színe. Leesik a hegyről. Balfasz a sofőr. De rossz irányból közelítettük ezt meg. Van gyémánt is, úgy egyébként. Le kéne tesztelni, hogy egyáltalán hasznos ez a konfiguráció, vagy tök nem is használható. Azért de. Hát jó. Gyertek. Lehet, hogy ebben tök sok lőszer van, de hogy nem pontos, az viszont biztos. Na, várjál. Téged kiszedlek így. Menjünk félre ebben 40. Az 4-5 tár. De elméletileg ezek a fegyók már legalább nem jammelnek annyira. Annyira. Kész. És van új unimogjuk, akkor lecseréljük a kocsit legalább. Meg gyémántjuk is van, várjál. Na de hol? Nem erre. Ha most emetleg pont ránézek. Mi? Meg a tetőn? Aha, megint a tetőn, jó van, semmi gond. Próbálunk átugrani. És tud ezzel a nagy döggel sprintelni.
Hát csak én vagyok balfasz, jó van, semmi gond. Lehet, hogy ugrani viszont nem, úgyhogy akkor megfogunk valami könnyebb fegyvert. Nincs baj, nincs baj. Sprintben nem tudok ugrani. Dehogy nem, csak én voltam töketlen. Zsír. Itt van ilyen csónak, ezzel beljebb megyünk, és akkor lekapáljuk őket. Vagy fiam. Jajaj. Nem tudok jobban kifordulni, baj van. Leragadt neki is a fegyó, de menő. Szerintem csak nekem ilyen szar. Toljunk egy széfet. De megy az idő. Mindjárt ránk sötétedik. Hű, de gyorsak vagyunk, azt a mindenségit. Visszamegyek az Unimogér. Aztán fölmegyünk ott a hegyi izéhez. Azt is megnyitjuk. Kár, hogy egyébként ezekre a safe house-okra nem lehet ugye ugrani. Megérkeztem. Elegánsan, na. Ahogy illik. Kapunk egy kis lőszert. Aztán mehetünk is. Hát én itt lerövidítem. Fönn lesz ott a hegyen, legalábbis a magasságjelzésből nagyjából kikövetkeztetve. Ez baj. Ja, itt áll előttem. Az az igazság, hogy... Ugye az előző részt, azt nagyon megszenvedtük így izén. Az anyád valagát elcsapott a köcsög. Az első részt azt nagyon megszenvedtük, azzal, hogy médiumra raktam. Ez meg igazából simán lehetett volna ennél nehezebb. Mondom, van hordása ennek a fegyvernek azért. Hát, ha eláll az eső egy óra alvástól. Bár kétlem, de tök jó lett volna. Ó, elállt. Ez olyan, mint a Minecraftba. Alszol, és akkor eláll. Meg fel is hílelődünk legalább. Na, az viszont teljesen pozitív.
itt elmegyünk vissza éjszaknak. Mert ha minden igaz, akkor itt visszajutunk a város fele. Így van. És lehet, hogy rá kéne kérdezni a gyógyszerre. De mondjuk van itt még egy rádiótorony. Ú, itt mennyi poszt van, te jó isten. Hop, 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 hop. Várjál, mert gyémánt is van valahol. Hol lennék, ha én lennék? Aha. Ah, itt van. Ez nem volt annyira eldugva végül is, csak meg kell kerülni ezt a cuccot. De mi ez itt? Ez egy safe house. Hogy lehet ide lejutni egyébként? Mert ha én most leugrok... Egy pipa. De nem is látok mást. Hello? Itt ült shotgunnal, azt egyedül van, nincs itt senki. Mi a szar? Vannak itt még emberek, csak kijebb spawnoltak vagy? Hát ezt így nem fogom tudni feloldani akkor, hogyha nincs... Nincs lokalizálva rendesen. Hm. Érdekes, na mindegy. Akkor ott marad. Majd visszajövünk még érte máskor. És akkor itt nyomunk egy balost. Igen. Ezt megpróbálunk bejutni oda abba a rádiótoronyhoz. Szerintem az még úgy beleférne a gyógyszeres kérdésbe. Ó, hát nézz oda. Pedig milyen szép fekete GP-je van. Vagy volt. Igen, itt így jobbra, át itt a sikzén, a hágom, vagy mi ez. Aztán őrbódé. Aztán hentelünk. Hát ezt kiszedtem, mint a szart. Hát ezek honnan kerültek ide, azt nem tudom, pedig milyen szép lett volna a kivitelezés, hogyha... ...hogyha nem baszakodnak. Hum vagy. Ezek mind olyan kegyetlenül ostobák egyébként, hogy... ...ráállnak geciskedni. Hol van itt a post-it? Gyémánt az nincs. Na de hello.
Ah, itt van, jó, megvan. A lőszernek mondjuk jobban örültem volna, az nem volt? Csak föl kell menni oda valahova. Nem is kell fölmenni, ott van lent. Ó, ott van a tetőn egy izé. Gyémánt. Gyémán fél krajcár. Köszi. Adják, küldik. Ja, igen. Listen very carefully. There's an available target of opportunity. Proceed to the objective marked on your map. Terminate the target. Standard payment in rough diamonds will be transferred to your account on completion. Ja, mert ezek ilyen nyers gyémántok, amiket így találgatunk, és nekünk olyan kéne, ami... Vagy hát gondolom, hogy van olyan, ami nem ennyire nyers. Most jó, mert az utat azt elmehetleg kitisztítottuk itt errefele, vissza tudunk menni. Sőt, még akár menteni is tudok, mielőtt odaérünk, úgyhogy ez így teljesen jó. Szia! Te is engem nézel? Nem, ő nem lát engem. Most ezzel lehet, hogy riasztottuk a többieket. De legalább őt onnan lekaptuk, de azonnal. Nem látok semmi mozgást egyébként. Jaj, de jó, itt már lehet mozogni a távcsövessel. Azt a mindenségit. Még tök bennem volt az előző epizódban ránk maradt dolog, hogy ugye állandóan kikacsint a izéből. Aha, megy egy ilyen autó. De pontos vagyok, basszeg. Ja, igen, itt nem tudok zoomolni. Jó, hát eddig jó. Én ennél nagyobb ellenállásra számítottam.
Hú, viszont nézzük már meg, hogy itt ennél a csávónál milyen fegyver volt, mert hogy ha volt nála lőszer, az lehet, hogy nekünk hasznos lenne. Így van. Egyébként itt is volt pluszba lőszer, ami meg jó a másikba. Nagyon zsír. Mert hogy ő meg nem volt utántő. Ebben jó sok cuccot, te jó Isten, ebben rengeteg amót lehet gyűjtögetni. Bár mondjuk jó, mert legalább fő vagyunk szerelkezve. Na hol vagy? Jó ember. Ránk sötétedik. Hát merre jársz? Nagyobb ellenárásra számítottam a repülőtéren azért. Ez csak azért jó, mert ez a fegyver legalább ilyen egy lövés, egy találat alapon működik. Még több amú. Itt lesz benn. Nem ő az. Tizet kaptunk ezért a küldéért. Nagyon fullos. Ezek eddig hol voltak? Amióta darálom itt a népet, azt ezek meg semmit nem csináltak. Nem tudom, honnét mozog. Honnét hallom. Igazából már rég mehetnék, mert hogy itt nincs más dolgunk itt. Itt annyi volt, hogy itt láttam lőszert, ezt visszük. Ezekben 50 van, csak a másikban soha nem volt ennyi izénk. 19-11-essel lőtt. Nagyon úri ember. Na, azt hiszem, hogy ez itt így jó is. Nincs itt véletlenül gyémánt valahol? Ohoho. Itt ne lenne. Hol máshol, hanem itt. Ah, most elméletileg pont ránéztem. Itt benn. Aha, meg vagy. Na, nagyon szuper. Igazából egész jó. Megint lehet majd már, hogyha lesz lehetőség, akkor mehetünk vásárolni. Fölveszek innen valami járgányt, amivel tudok közlekedni. Visszamegyünk az Unimogér. Aztán igazából... Van még rádiós küldetés. De szerintem azt most már legközelebbre hagyjuk. Itt vissza tudok menni a kis izémhez. Bázisomhoz. Elmented ide. Hol parkoltam le? Hol parkoltam le a nagy autóval? Nem tudom, nem emlékszem. Várj, ott a torony. Ettnél a sziklától lőttünk. Pedig valahol itt volt. Ha, ott van, megvan. Ez tetszik amúgy, hogy semmi nem veszik el igazából. Minden megmarad. Így, és most lehet rendeset nagyot aludni. Hogy reggel folytatódjon a mutatvány. Így, ami azt jelenti, hogy hajnal 17:30 körül.
Na, zsíros. Na, ez egy jó kör volt, feladottunk egy csomó fegyvert, meg megcsináltunk egy ilyen rádiós küldit. Még akkor ebből is lehet, vagy kettő biztos. Ugye itt van a közelben egy rádió, úgyhogy akkor ez biztos, hogy még befigyel. Aztán utána meg úgyis el kell menni majd gyógyszerért, és a bárba még nem voltunk feladatért, úgyhogy lehet, hogy a saját frakciónkat is így ezzel lehetne majd egy kicsit építgetni. De semmi gond, innen fogjuk folytatni legközelebb. Addig is további jó játékot mindenkinek, sziasztok!